Média partnerünk a sport24.hu. Jó estét kívánok! El sem hiszik, mi mindenről lesz szó a mai Sportpálya című műsorban. Hogy kell 3 hónap alatt 10 kilót fogyni, a folyadékfogyasztás mindennek az alapja, kritizálunk modern diétákat, aztán beszélünk napilapokról, a nap, hát legalábbis ebben a műsorban mindenféleképpen a híréről, hogy egy sportújságíró lett, most már a Népszava, meg a Magyar Hírlap után a Népszabadság főszerkesztője is, de nem Sóbert Norbi ül itt, nem Murányi András ül itt, és nem is egy költő, de mégis hadd idézek egy verset, hát már amennyire én tudok verset olvasni. Mindennapok. Magányos ébredés, borotvált unalom, elsózott reggeli, szótlanul utazom. Megszokott kézfogás, közömbös jutalom, begombolt érzelmek, szótlanul utazom. Hazatérek, hazavárlak, elaltatnak, égő vágyak. Németh Attila. Költő, fogyóguru, sportújságíró, vagy te? A Blik Sportról vezetője vagyok. Jó estét kívánok mindenkinek, és köszönöm szépen a meghívást. Az már önmagában, köszönjük, hogy itt vagy, az már önmagában nem semmi. Hát hiszen nyilván nem reklámot csinálunk, annál is inkább hoztam mindenféle lapot. Blikket véletlenül sem, mert ez nem lenne most szép reklám, hát önmagában, hogy te itt vagy, ezzel képvisled a lapot. De hát az egyik nek a egyik leglegje, ezt most szépen elmondtam, de szóval azért titeket sokan olvasnak. Igen. A legolvasottabb napilap. És a sportrovat is? Ez egy érdekes történet. Azt tudni kell, hogy a Blikket nem a sport miatt veszik az emberek. Azt gondolom, hogy Blikket és sportrovatot nagyon nehéz készíteni. Ezt most már 1998 óta gyakorlom. A felmérések azt mutatják, hogy a Blik olvasóknak a 77%-a nem érdeklődik a sport iránt. Komolyan. Valóban. Tehát nekünk úgy kell sportot készítenünk, hogy azok, akik megveszik a lapot, azok ne csak átlapozzák, hanem ott ragadjanak és elolvassák ezeket a történeteket. Na várj, ezt Istenemre mondom, hogy nem tudtam. Most az a kérdés jött volna, hogy igaz-e, hogy majd a ti mellékletek lesz a nemzeti sport, mert ezt mindig hallani évről évre, de akkor játsszuk az eredetit, amit gondoltam, ha megengedett, nem mondtam el, hogy mi az. Nevesen azt, hogy egy-egy országos napilapból mondanék egy-egy mai hírt, cikket. Nyilván ezeket ti is megírtátok, de nyilván másként, vagy lehet, hogy most már még másképpebben írnád meg friss hírek birtokában, és így tovább. Például azt mondom, hogy Tiszeker Ágnes szerint sztárok is bukhatnak, azaz lefordítva ez azt jelenti, hogy mintegy 12 000, azt hiszem, doping adat szivárgott ki a sajtóhoz, és úgy néz ki, hogy akár 55 olimpiai és világbajnok is bukhat itt visszamenőleg jó néhány évre. Hát ez példátlan bukás. Igen, mi is megírtuk természetesen ezt a hírt. Vannak olyan hírek egyébként, amik önmagukat adják el. Nyilvánvalóan ezt nem kell igazából blikkesíteni, mert ezt az átlag ember, akit én egy átlagolvasót Mari néninek szoktam mondani, ő egy középkorú, 40-50 éves, teszem azt, nyíregyházi, tehát vidéki háziasszony, ő a mi célcsoportunk. Mari néni, nem Mari Józsi néni bácsi? És Józsi bácsi az igen? Ő férje. Aha. És ez önmagában mindent ez egy visz. Olyan hír, amit Mari néni és Józsi bácsi is elolvas, nem kell különösebben nagy történetet kanyarítani mögé. De azért direkt utána néztem az ARD címeinek, ugye a felét, hát egy tévében kevésbé van, lehetett megfejteni, de a Sunday Times azért az finoman szólva is, hát nem mondom, hogy bulvárosította, de még haboztatta, még földobta. Ez egy nagyon nagy történet, ez elképesztően fog kumulálódni a következő hetekben, hónapokban, és nagyon sok aspektusa van. Egyrészt az, hogy az Atlétikai Szövetség falazott-e, másrészt az, hogy a NOB falazott-e, ki fognak-e derülni nevek, megtudjuk-e, hogy ki az a 55 érmes, ha jól tudom, és ki az a 10 aranyérmes, ha jól tudom, vagy ki 10 olimpiai bajnok, ha jól emlékszem, hogy akiket nevesíthetünk-e. Na de akkor itt vagyok, akkor most adná magát, hogy azt mondom, hogy akkor én rögtön lerohanom a Gyulai testvérpárt. Ugye hát az egyik tagja a Nemzetközi Atlétikai Szövetség vezérkarának, ugye mindkettőknek hát az édesapja, nem akárki volt itt, főtitkár, Gyulai István sportriporter kolléga, és hát nyilván, hát meg ugye atlétizáltak is, ők, nekik hát azért lehetnek belső információik.
Hát én azt gondolom, hogy nekik konkrétan ezekről az esetekről nyilván nem. Nyilván Magyarországgal kapcsolatban nekik vannak olyan információik, amiket mi nem tudhatunk, és valószínűleg soha nem is fogunk megtudni. Uh-huh. Gondolom, hogy a szövetségi vezetőknek azért vannak belső információk. Nem is próbáljuk kiszedni belőlük? De, ezen vagyunk, és ez a munkánk. Erősen. Mennyi remény van ilyenkor, amikor azt mondja, hogy nem, ezt nem mondhatom el. Múltkor Gyulai Mikit hallottam nyilatkozni, egy ezredrésze sincs, mennyire jelentős ügy, Magyar Paralimpiai Bizottság élén mi történik, stb. Haláldiplomatikus volt. Sejtette azt, amit sejtetni lehet, de nyilván azt mondta, hogy kollégáról, társszervezetről egy szó rosszat sem. Haláldiplomatikus, mit lehet ilyenkor csinálni? Kerülőutakat keresünk. Igen. A reggeli értekezeteinken az embereimnek kiadom a feladatot. Igen. Az első és legkézenfekvőbb természetesen, hogy felhívjuk a adott szövetség vezetését. Első körben nyilvánvalóan 99%-ban lepattanunk, és kapunk egy diplomatikus választ, és uh-huh. azt gondolom, hogy onnantól kezdődik el a munka. Uh-huh. Onnantól kell megkeresni azokat a forrásokat, akik tudnak nyilatkozni akár névvel, akár név nélkül, de a történet nem ér itt véget. A kérdés az, hogy amit megtudunk, abból mit tudunk leírni, ergo mit tudunk bizonyítani. Uh-huh. Na várjál, ehhez a bizonyítottsághoz még térjünk vissza, de akkor mondjunk egy közelebbi esetet, itt vannak a teniszezők. Gálfi Dalmas, Tollár Fanni, Wimbledon, női páros győzelem, persze a junioroknál micsoda siker, rá nem is tudom, 2-3-4-5-6 hétre micsoda balhé, eltiltás, és hát a hivatalos nyilatkozat az finoman szólva nesze semmi fog igen, meg jobb, abban igaz? Semmi nem volt, igen. Ennek a hírnek is természetesen utána mentünk, még tegnap, illetve a mai nap is foglalkoztunk vele, tehát a holnap és egy nagy anyag lesz, éppen a Gálfi Dalmának az igen. édesapját tudtuk elérni. Elmentünk egy közös edzésükre, megtudtuk, hogy mik voltak azok a fegyelmezetlenségek. Uh-huh. Nyilvánvalóan egy ilyen hír hallatán, ez egy nagyon rosszul megfogalmazott közlemény volt. Igen. Azt tudni kell, hogy Magyarországon sok szövetség még mindig nagyon-nagyon rosszul kommunikál. Azt gondolom, hogy nem csak egy sajtófőnököt kellene alkalmazni, hanem egyfajta kommunikációs tréninget, vagy kommunikációs tanácsadókat kellene. Azt gondolom, hogy Magyarországon főleg a krízis kommunikáció az nagyon rossz. Ha valamilyen problémánk van, akkor azt nem tudjuk megfelelő módon kommunikálni. Próbáljuk eltusolni, próbáljuk titkolni, ami a legnagyobb butasság szerintem, mert ha két ember tud valamit, akkor azt már nem csak két ember tudja. Azt gondolom, hogy a problémák elé kell menni mindig, és meg kell ezt az egészet a nyilvánossággal osztani. Ráadásul, hogyha mi osztjuk meg a nyilvánossággal, akkor úgy tudjuk tálalni, ami a mi szánk íze szerint a legesleg fontos. Amúgy meg már csak magamra ereztem a sajtóhadat, és akkor jönnek a kellemetlen igen. kérdések. Igen. Jó, itt például hogy csináltad volna? Nem voltál soha, ugye? A másik oldalon. Nem, a másik oldalon soha nem voltam. Nem is leszel? Nem. Kizárt? Nem zárom ki, egyébként érdekel a PR és természetesen a kommunikációs tréning. Jó játék, igen, a másik oldal is. Na, de itt mit csináltam? Volt már olyan eset egyébként, hogy segítettem bizonyos problémát megoldani, nem hivatalosan, hanem egy klubvezető hívott fel, akivel jobban vagyok, egy foci klubvezetője. Pont csináljunk, igen. Igen, történt egy eset, és hogy mit csináljanak. És akkor én azt tanácsoltam nekik, hogy az a legegyszerűbb, hogyha összeírnak egy sajtótájékoztatót, elmondják, akkor kiültetik azt az embert. Bárki kérdezhet tőle, és akkor utána vége. Na jó, de akkor most szándékosan játsszuk az ördög ügyvédjét. Jó, bármit mond, azt nem fogadom el. Akkor ezt hogy képzeled? Úgyhogy most kiültetjük oda a négy teniszezőt, akiket most tiltottunk el, de nagyon, és megkérjük őket nem. Ez nem egy olyan falsű történet volt. Ebben az esetben egy sima normális kommunikációval, egy sima normális sajtó levéllel meg lehetett volna. De hogy? Elmondom azt, hogy leköpte? Nem tudom, hogy leköpte, csak nem derül ki. Megrúgta? Ti tudjátok már? Igen. Elmondható? Persze. Nem volt semmi, tehát nyilvánvalóan egy ilyen kommunikációs, úgymond hiba miatt kapta fel a sajtó ezt az egészet. Nem volt ebben a kommunikációs sajtóközleményben semmi konkrétum. Igen. Ergo, csak sportemberhez méltatlan magatartás. Ezt ugye a Kampárnál olvastam, amikor kiszökött az edzőtáborba. De ez nyilván 2015-ben lehet szex, igen. drog, pia, akármi. Igen. Ha nem mondjuk meg konkrétan, akkor nyilván a magyar ember azt fogja mondani, hogy szex, drog, pia, vagy elindul akármi. Elindul az agya. Igen. Ennyi. Éppen ezért egy normális sajtókommunikációt kellett volna csinálni, elmondani, hogy mi történt, mi megtudtuk, hogy mi történt. Egyrészt autóval utaztak, ha jól tudom, Svájcban volt egyéni Európa-bajnokság, onnan késett a két kislány az autó indulásánál, aztán, ha jól tudom, egyéb ilyen fegyelmezetlen
lehetőségek voltak, mint például azt hiszem a Dalmának egyébként egyéni edzésterve volt az MTK-nál erőléti edzése, és akkor kapott egy szabad napot valamelyik napra, míg a kint tartózkodó erőléti edző azt mondta, hogy edzenie kell, ez egy konfrontráció volt, és akkor ő ragaszkodott az ő saját edzéstervéhez, hogy neki aznap pihenőnapja van. Tehát, hogy nem volt olyan fajsúlyú ez a történet, ami miatt azt gondolom, hogy egyrészt ki kellett volna őket zárni, másrészt meg egy normális kommunikációval kellett volna ezt az egészet közölni a sajtóval. De miből élnétek? Hát, hogyha, mert ilyen konfliktus azért ismerjük el, birkózó, klubedző és szövetségkapitány is között. Millió és egy van, de azt mondom, hogy bármelyik munkahelyen egy főnök és beosztott között van egy ilyen napi szinten 32 darab. Igen. Ezt simán házon belül lehet intézni. Ha meg már kommunikáljuk, akkor meg kommunikáljuk rendesen. Akkor most maradok rossz indulatú, jó? Az ördög az az. Akkor kifordítom, hogy ha nem kommunikálnának rosszul sok helyen a magyar sportban, akkor sokkal kevesebb sztoritok lenne nektek is? Valószínűleg igen. Sokkal kevesebb úgymond negatív történetünk lenne. Szerencsére igen. A magyar sport azért szolgáltat pozitív történeteket is, úgyhogy... Azért sztorink lenne. Jó, várjál, mivel magyarázod azt, én nem tudom megfejteni, hogy Hosszú Katinka, akit tisztelek, becsülök, nem akarom én alul értékelni, pláne ma, de ha róla megjelenik egy hír, ha róla megjelenik egy kép az interneten, hogyha róla valaki posztol valamit a Facebookon, az mindent visz. Vannak úgynevezett A-kategóriás sztárok. Igen. Akikről bármi érdekes. Mi úgy készítünk újságot, mint amit a Mari néninek és Józsi bácsinak. Igen. Akik nem interneteznek, igen. Azért igen egyébként. Igen. Van körülbelül 15 darab olyan sportoló Magyarországon, akiről bármit, hogyha nem bármit leírunk, hanem hogyha bármilyen történet megjelenik velük kapcsolatban, akkor ez érdekli az embereket. Mondj egy-két ilyet. Mihelisz Norbi, korábban volt Erdei Zsolt vagy Kokó, Gyugyák Balázs. Igen. Ilyen a Hosszú Katinka is. A fiatalabbak körében és az internetezők körében Jakabos Zsuzsa. Más és más értékek vonulnak itt föl. Bizony. Nem feltétlenül sportbeli kvalitások kellenek csak ahhoz, hogy valaki úgymond, mi úgy szoktuk mondani, hogy klikkeljenek rá, hanem bármilyen egyéb olyan tevékenysége, akár a Web2-es kommunikációja, tehát a Facebookja, rengeteg követője kell, hogy legyen, vagy legyen szép, vagy jól kommunikáljon. De akkor azt mondom, hogy Berkinek, a tornásznak balhésabb életet kellene élni? Nem, abszolút nem. Ő is egyébként egy olyan úgymond sportfigura, vagy sportsztár, aki benne van a topban. Átnyilasztom, ő épp azért, mert... Mert ő a sportban pozitív, és... Igen. Békés, és pozitív, abszolút. És... Aha. Tehát ami mondjuk a sportriporterek közül egy Gundel Takács vagy egy Hajdú, soha semmi izgi, nem, most nem mint a Faragóval annyi történet, de semmi nem történik vele, ugyanaz a sportban. Mondjál olyat, segíts nekem illene most, de mellé fognék. Olyat, aki szerinted, a te értékítéleted szerint, és most nem a sportolatvezetőt kérdezem a Bulvárlaptól, hanem a sportrajongót, aki ott kellene, hogy legyen a legismertebb magyar sztárok között, de nincs ott, mert nem annyira vonzó valami miatt. Na, hát vannak itt szárok. Tehát ki van olyan olimpiai bajnokunk, világbajnokunk, sikeres sportolónk, aki... Én azt mondom, hogy a Szilágyi Áront mondanám, akiről nagyon kevés hír jelenik meg, és őt egy kicsit el is dugják előlünk. Tehát neki egy jobb kommunikációval, pozitív kommunikációval, tehát nem botrányokra, igen, meg nem olyan magánéletére, nem is feltétlenül a magánéletére, gondolok, hanem egy jobb kommunikációval sokkal több hírt tudna generálni, ami pedig sokkal több szponzort generálhatna. Ha azt mondom, hogy az egyik kategória Mihelisz, Erdei, Kokó, Gyugyák, Hosszú, Jakabos és Perki, ilyen vagy olyan értemben, másik oldalon Szilágyi Áron, aki csendesebb, akkor azt mondom, hogy a kettő között van például egy Gyurta, aki, hogyha néha megszólal, pláne ha mondjuk norvégul, meg nem tudom, akkor az nem, hú. Nem, Gyurta abszolút a pozitív, tehát a Gyurta de mégis ritkábban van. Ő klikkelt, annak jelenti, hogy... Ritkább klikkelt, mert ritkán van mire klikkelni. Nem feltétlenül, nem kell neki, meg, tehát ez nem a megszólalástól függ. Ez az élet... Meg de akkor mit írsz róla, hogy ma se szólalt meg? Nagyon sok mindent lehet írni. Ugye neki adott volt, egyrészt olimpiai bajnok lett, előtte már ugye sztár. Hát meg miből? Igen. Honnan lett olimpiai bajnok, hullámvölgy, sorozatszereplő volt,
jó barátok közben, ha jól emlékszem, még a korábbi olimpiai ezüstérme után. Igen, hát az edző is, aki minden tiszteletem, az övéd azért rátett egy kicsit az ügyeivel. Szintén. Hát vagy várjál, hát bocs. Borkai Petra. Na igen, ezt akartam, hogy nőgyek mindig. Tehát a Gyurta Daninak ugye nem kell ahhoz nyilatkoznia, hogy róla lehessen írni. Akkor Szepes Nikolett is ez a kategória? Szepes Niki, igen, gyakorlatilag igen. Még akkor is, hogyha tudjuk, hogy abban a könyvben adott esetben egy sportújságírónak nagyobb része van, mint és az ő fantáziájának, olykor kérdezem csak. Persze, tényleg a kérdőjel mögé lehet bújni? Tehát én mondok valami nagy gazállítást, de az kérdő mondattal a végén. Én arra emlékszem, akkor nagyon dühös voltam magamnak, hogy bedöltem, hogyan halt meg Zemplényi, ő volt az a világszerte körözött úszó menedzser, mondom a legfiatalabb a kedvért, és megvettem ezért valami szinten aluli bulvárlapot, és egy szavam nem lehetett, ugyanis közölték az orvosi zárójelentést és a halotti bizonyítványt, tehát nagyon korrektül válaszoltak a kérdésre, hogy hogyan volt meg, de hát nyilván nem erre gondoltam. A bulvár és bulvár között is van különbség, a Magyarországon a minőségi bulvárt képviseli, mi nem írunk olyat, amiről tudjuk, hogy nem igaz, nem írunk olyat, amit nem tudunk bizonyítani. Nem is volt peretek, nem is vesztettek pert soha? Az elmúlt 10 évben, amióta én vagyok a BIK-nek a rovatvezetője, ha jól emlékszem, 2 darab helyreigazítást kellett lehoznunk. Amit nem gondolnál a BIK-nek. Várj, és te 10 éve vagy a legnagyobb magyar bulvár napilap sportvállalatának vezetője. Hogy körülötted, leszámítva ezt a fogyókúrás történetet, arról majd beszélünk, nem volt akkor valamilyen igazi, finoman mondom, image kampány? Akkor neked is kutya kötelességed lenne, ha nem tudom, Radnai Péter a Playboytól meg a Nagy Őtől hol dobol, hol ezt csinált, hol azt csinált, mindig egy kis felhajtást maga körül, jó értelemben mondom. Hát te meg egy csendes, visszafogott figura. Viszonylag. Nem kellene neked tanácsot adni, hogy mit csinálj valami balhét? Nem. Nem tartozik hozzá? Azt szeretném, hogyha a munkám alapján ítélnének meg. Ha 10 év volt vagyok, akkor valószínűleg jól csinálom. Legalábbis ezt remélem. Volt egy kolléga, akivel együtt kezdtél azt hiszem Nemzeti Sportnál, de javíts ki, és mától ő a Népszabadság főszerkesztője. Nem együtt kezdtünk, a Murány Andrisról beszélünk, igen. Ezúttal is gratulálok neki a kinevezéséhez. Csatlakozom, bravo Andris volt ennek a műsornak is vendége, igen. Az Andris ugye dolgozott a Nemzeti Sportnál, én 97 óta 97-ben kezdtem a Nemzeti Sportnál, aztán 98-tól erősítem a BIK-nek a csapatát. Az Andris, azt ugye tudni kell, hogy hát egy évtizedig talán a Népszabadságnak volt. Színikritikus, filmkritikus, tévékritikus és sportrovatnak a tagja igen. volt, de nyilvánvalóan ő a közéleti írásaival igen. is kivívta magának a figyelmet és a tiszteletet. Hát meg a lap csinálási a szó legjobb értelemben mondom. Ezt viszont a Nemzeti Sportnál is bizonyította, igen. úgyhogy én szerintem semmilyen meglepő nincs abban. Azt gondolom egyébként, hogy a sportújságírók mindenhol meg tudják állni a helyüket. Lásd, a BIK-nek a sportrovatából került ki a BIK főszerkesztője Kolosvári Balázs. A BIK korábbi főszerkesztője Fejes Gábor is sportújságíró volt. A szórakoztató rovatunk vezetője Csontos Robi is nemzeti sportos és sportrovatos volt. Tehát hát de nézzünk távolabb, hát azt mondom, hogy egy Népszava főszerkesztői tisztjében Németh Pétert, a hétfői Magyar Hírlapnál Petán Péter, igen. igaz? Aztán mehetek tovább a Népszabadságnál a megbízott főszerkesztő Nagy M. Péter volt, még C. Nagy Péterként sportújságíró. Úgyhogy a sportújságírók azt gondolom, hogy megállják a helyüket az élet minden területén, és az újságírás minden területén is. Ezt gondolom az Andrisról is, és sok sikert kívánok neki. Nyilvánvalóan a lapkészítésre alkalmas, nagyon is alkalmas, ezt bizonyított a Nemzeti Sportnál, nyilvánvalóan a közéletben jártas. Úgyhogy ez gondolom, nálatok hír? Nyilván azért, mert egy kiadó, igaz? Már nem egy kiadó. Volt egy kiadó nagyon voltunk, sokáig, mondhatom a nevét a Ringé, mert igen. ugye az már nincs. Hír nálatok a sportrovatban, és hír nálatok a labban? Azt kell nézni, hogy Marinét érdekli-e. Marinét érdekli? Azt gondolom, egy kis hírben maximum. Uh-huh. És hogyha én nagyon csúnya vagyok és bulvárosítom, és azt mondom, hogy Murányi váltja Murányit a Népszabadság élén, hiszen kis szünet, előbb említettük Nagy M. Péter kollégánkat, de az ő bátyja volt a főszerkesztő igen. korában. Ez már hír, vagy szenzi, vagy a közeli? Tudnánk belőle történetet csinálni, de nyilvánvalóan mi nem fogunk ebből soha történetet csinálni. Azért, mert hogy a Murányi Marcellről beszélünk, a Murányi Marcell
balesetéről beszélünk, ugye Marcelnak azért kellett lemondania, mert egy közlekedési baleset részese volt. Azért mondott le, azt mondtuk, hogy kellett. Igen, azért mondott le. De mivel a Murányi Marci nek volt a főszerkesztője, mi nyilvánvalóan lojálisak vagyunk vele, és azt gondolom, hogy ebből nem csinálunk történetet. Tökéletesen egyetértek azzal, hogy ebből nem csináltok történetet, de ha azt mondtad, hogy azért, mert lojálisak vagytok vele, mert ott dolgozott, akkor valakivel egy roadshow-ban, egy kampányban szerepeltetek, akkor azt nem bántjuk, van, akit kevésbé bántunk, van, akit jobban? Azt gondolom, hogy egyébként a Marcelnek az ismertsége, Mari néni és Józsi bácsi által sem akkora, hogy ő belőle történetet kelljen csinálni, de ha kellett volna történetet csinálni, már tudtunk volna belőle történetet csinálni. De ha a kérdésemre válaszolsz, akkor... Ha a kérdésedre válaszolok, akkor azt mondom, hogy alapvetően ami hír, azt meg kell írni. Tehát ami hír, abból történetet kell csinálni. Nyilvánvalóan fáj nekünk is bizonyos esetekben megcsinálni azt a hírt, de hogyha hír, akkor meg kell csinálni. Uh-huh. De arra még mindig nem válaszoltál, hogy van-e olyan, akivel elnézőbbek vagytok-e, vagy akit jobban szerettek. Én még azt sem mondom, hogy bántani, de... Van olyan sportoló, akivel nagyon jó együtt dolgozni, aki szívességet tesz nekünk sok esetben például, bármikor nyilatkozik, bármikor kommunikál. Nem is feltétlenül információkat ad, de rendelkezésünkre áll bármilyen esetben. Uh-huh. Egyébként ezek a sportolók azok, akik azt gondolom, hogy a legkevésbé sértődnek meg, hogyha rosszat írunk róluk. Uh-huh. Aztán vannak olyan figurák, lehet, hogy csak én nem tudom hova tenni, de segíts. Például a Magyar Nemzetben olvastam, ami azért nem nevezhető bulvárlapnak, hogy Kucsera 3 év kihagyás után jutott ki a VB-re, összeomlás után, azt hiszem ez volt a felcím, főcím. Hát azért exponálták a történetet, ez már inkább hasonlít a titálalásotokhoz. Nem teszek elé előjelet, nem, de ott is van ilyen. Ti ezt hogy írtátok meg? Adott esetben aznap sehogy, mert nem feltétlenül. Aznap azt hiszem, hogy sehogy, napi ha jól emlékszem. Hát erre nem emlékszem. Nyilván a Kucsera is egy pozitív média szereplő abban a szempontból, hogy ismert. Olimpiai bajnok, kajakos. Igen, hát, igen. Kajakos. Uh-huh. Kajakosokat különösen szeretik, különösen a hölgyek. Uh-huh. Jó, akkor azt mondom, fordítsuk, akkor hölgyek a medencében, a sportban. A vízilabda válogatottról, női vízilabda válogatottról most a kazányi szereplés kapcsán, ugye nem kerültek a 8-ba, van, ahol leszették a keresztvizet, van, ahol nem is foglalkoztak velük, vagy ahol csak hír volt. Mi dönti el, hogy mennyi balhé van aznap, vagy most, mert ezen azért legyünk őszintén, csajok összezárva egy csapat, kézilabdától, hát majdnem azt mondtam, hogy jégkorongig azért ottán nem, de vízilabdáig mindig lehet egy kicsit csámcsogni. Azt tudni kell, hogy egy nap iszonyat sok hír érkezik, vagy iszonyat sok olyan történet érkezik, amiből úgymond sztorit tudunk csinálni. Nekünk a print újságunkban 3 oldalunk van, az azt jelenti, hogy 3 vezető és mondjuk 6 darab kisebb történet fog beleférni az aznapi újságba. Tehát mindig súlyozni kell, hogy mi az adott 9 legesélyesebb történet arra, ami az embereket érdekli. Mindig figyelnünk kell arra, hogy miért vennék meg a holnapi újságot. Uh-huh. A női vízilabda nálunk egyébként volt vezetőanyag, volt vezető történet, mégpedig a második vereség után, amikor ugye szintén vezetésről kaptak ki a hölgyek. És akkor sportpszichológussal is beszéltünk, Merész Andrással is nyilvánvalóan beszéltünk, uh-huh. hogy ez hogy történhetett. Murányi Marcell zseniálisan megírta a könyve első 100 oldalán. Mondd el nekem létszer 100 másodpercben, hogy néz ki a b-nél. Az ő azt írta le, hogy melyik Blik szerkesztőségben milyen formájú az asztal Németországtól uh-huh. Budapestig, és hogy működik, hogy állítják össze a lapot. Na, hogy néz ki ez a sportrovatnál idehaza? Sportrovatnál úgy néz ki a történet, hogy mi 8 óra 45-kor kezdjük a munkát. 9-kor van egy értekezletünk. Hazudtam, mert hogy a munkát már este elkezdik, az én újságíróimnak este 9-ig kell nekem ajánlatot küldeni uh-huh. e-mailben. Csak is kizárólag magyar sztorikat küldhetnek, mert hogy a másnapi internetről fordított történeteket azt nyilván adottak. 9 órakor összeülünk, és megbeszéljük, hogy az adott felületre, ami többnyire 3 oldal, amit említettem, milyen történeteket fogunk csinálni. Nem úgy indul a hogy leül 6 sportújságíró, töri a fejét, hogy na, akkor ma mit hazudjunk, hanem el szeretnénk jutni egy történetből, tehát egy A pontból egy B pontba. Nálunk azt gondolom, hogy egy
újságot, és különösen Blik sportrovatot készíteni nagyon nehéz. Amíg egy nemzeti sportos vagy bármilyen szeriőz újságíró kimegy egy foci mérkőzésre tudósítani, neki az a feladata, hogy amit lát, azt leírja. Neked nem azt kell írni, hogy Tatabánya 200 nézővel. Nekem nem azt kell írnom, hogy Gipsz Jakab elfutott a jobb szélen, beadta bal a 5 méterről érkezett középre fejjel. Gipsz Jakab hogy aludt az éjszaka, igen. Hova nekem csábítják. Én azt gondolom, hogy a bulvár az egy más látásmód. Sok pejoratív jelző kapcsolódik Magyarországon a bulvárhoz. Én úgy szoktam fogalmazni, hogy a bulvár egy más látásmód. Nekünk úgy kell újságot készíteni, hogy másnap még érdekes legyen az olvasók számára. Uh-huh. Ezt sportban nagyon nehéz 2015-ben, hiszen számtalan sportévénk van, online közvetítéseink vannak, most már nem is kell fölmenni az internetre, hanem csak előveszed a telefonodat, és magáról az eredményről tudsz. Tehát többet, mást, valami olyan történetet kell készítenünk, ami miatt még másnap is érdemes lesz ugyanazt az eseményről szóló tudósítást elolvasni, aminek már tudod az eredményét. Erre van egyébként, bocsánat, nagyon jó példám. Csak időnk nincs példákat, igen. Mondja csak 2008-ban a foci VB-n, igen. Nem, 2008-ban EB volt, bocsánat, volt egy cseh-török mérkőzés. 20:45 perckor kezdődött a labdarúgó mérkőzés, és hosszabbítás lett. Az azt jelenti, hogy olyan 23 óra környékén ért véget, amikor már minden már Európa uszoda, összes... Már slussz, igen, már labzáltak. Európa összes újságját nyomdába kellett küldeni. Senki nem tudott igazából nagy történetet csiholni ebből az egészből. A mérkőzés úgy alakult, ugye, hogy a vezettek a csehek, aztán a cseh nevezetű kapus beejtett egy labdát, amit egy Nihat nevezetű jó ember lőtt, majd a Nihat a hosszabbításban lőtt még egy gólt. Kétfajta opciót tudtunk hirtelen kitalálni, a cseh mekkora lúzer, B, Nihat mekkora hős. A Bild, ami azt gondolom, hogy a példa a bulvár újságírók számára, másnap hatalmas szalagcímmel hozta, hogy egy halott ember keresztszalagja mentette meg a törököket. Valaki a Bildnél 23 órakor még emlékezett arra, hogy a Nihat nevű jó ember sérült volt, térdsérülése volt, mind a két gólt azzal a lábával lőtte, amit megműtöttek, és valaki emlékezett arra, hogy egy halott ember keresztszalagját vették ki, és ültették be neki oda a térdébe. Azt gondolom, hogy ez a bulvár. Tehát másnap egy olyan történetet adni, amit akkor is elolvasol, hogyha tudod az eredményt, és tudod a mérkőzésnek az alakulását. Nem mond tovább, ez olyan jó. Meg az időnk is lejár, de pár perc múlva jövünk vissza. Fogyással, irodalommal, mi fenével.